Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatómon, melynek témája vigyázó szemetek, Hamburgra vessétek, hiszen valamelyik nap pontosan egy levélben értesítette egy óvodának a vezetősége a szülőket, miszerint nem lesz többet karácsonyi ünnepség, hanem évvégi ünnepség lesz, és nem lesz többi karácsonyi vásár az óvodában, hanem téli vásárra fogják ezt átkeresztelni. Mindezt annak érdekében, hogy ne sértsenek bizonyos vallási felekezetű óvodásokat és azok szüleit, ami egészen elképesztő, hiszen Európa egy keresztény gyökerekre visszatekintő kontinens, és azt gondoljuk, hogy elfogadhatatlan az, hogy az ide érkező migránsoknak és egykori vendégmunkásoknak a megfelelési kényszerben egész egyszerűen megpróbáljuk ignorálni és megpróbáljuk figyelmen kívül hagyni, vagy teljesen elgyökérteleníteni azt a fajta kultúrát, amit mi európaiak eddig is képviseltünk. Az eset az nem egyedüli, hiszen Salzburgban a Mikulást tiltották be, egész egyszerűen azért, mert Szent Miklósnak a fejfedőjén egy nagy kereszt látható, és azt gondolom, hogy ez előrevetíti azt, hogyha ez Németországban ma a valóság, akkor mi lesz Magyarországon, hogyha a vendégmunkásokat számolatlanul megengedjük, hogy az országunkba áramoljanak. Láthatjuk, hogy gyakorlatilag 1961 óta, amióta Németország Törökországgal egy gazdasági megállapodást kötött, milyen hihetetlen módon változtak a dolgok, hiszen Berlinben, ahogy már sokszor említettem, a leggyakoribb fiú név a tavalyi évben a Mohamed volt, most pedig látjuk, hogy a keresztényi vallási ünnepeinket és hagyományainkat gyakorlatilag megpróbálják ellehetetleníteni és kitörölni a hétköznapokból, mindezt azért, hogy külföldieknek, vendégmunkásoknak, egész egyszerűen migránsoknak megfeleljünk. A Mi Hazánk mozgalom viszont azt gondolja, hogy akár itt az Európa Unión belül, akár Magyarországon belül, nekünk továbbra is azokat az értékeket kell vallani és ápolni, amit több mint 1000 éven keresztül ápoltunk. Éppen ezért szokásunkhoz híven mi nem tudunk más, csak ezt a tradíciót vinni. A közelgő ünnepekhez pedig mindenkinek áldott és boldog békés karácsony ünnepeket, és sikerekben gazdag, egészséggel teli boldog új évet kívánok!